to u stvari znači ko donosi odluke. Osobno mi je kod vica šamundani. Imam običaj da kažem. Nálunk úgy működik a dolog, da kod nás stvari funkcionisce tako, hogy az apró döntéseket átengedem a feleségre. Szitne i male odluke ja prepuštam svojoj supruzi. Azért, hogy amikor igazán nagy dolgok jönnek, akkor én dönthessek. Zato, da kad stvarno naiđu teške odluke, da bih ja mogla biti taj koji će ih doneti. A baj csak az, hogy amikor a házasok vagyunk, nem voltak igazán nagy dolgok. Ali je stvar u tome da od kada smo mi u braku, mi nismo imali teške i velike odluke. Persze, ez egy vicc. Naravno, ovo je šala. Vannak fér dominancián alapuló kapcsolatok. Ima veze koje su zasnovane na muškoj dominanciji. Ez volt az a helyzet, amikor a fér ült a széken, a feleség pedig a földön. To je bila situacija kada je muž dakle sedeo na stolici, a žena dole da, na nižoj stepenici. A fér egyedül dönt. Muž sam odlučuje. A feleség is egyedül dönt. I žena sama odlučuje. De azok a kérdések, amelyek mindkettőjüket érintik, ahol a két kör találkozik. Ali pitanja koje se dotiču jednog i drugog, dakle prostor, gde se prepliče jedan i drugi krug. Ott is a férj dönt. I tam odlučuje muškarac. És a kettő között nincs kapcsolat. I nema veze, dakle jedan između drugog. Ugyanez fordított szereposztásban, a feleség dominancián alapuló isto, kapcsolatban. Isto, ovo se događa i kada je dakle žena dominantna. Amikor a férj és a feleség egyedül döntenek, kada muž i žena zajedno odlučuju, de a mindkettőjükre tartozó döntéseket is a feleség hozza meg. Ali opet, dakle, odluke koje se odnose na oboje donosi žena. Az a függetlenségen alapuló kapcsolat. To je odluk, veza koja je zasnovana na nezavisnosti. Amikor háttal ültek egymásnak. Kada su bili okrenuti leđima jedan prema drugom. Mindenki éli a saját világát. Svi žive svoj život. Párhuzamosan egymás mellett. Paralelno, a žive jeden pored drugom. Mindenki meghozza ott a saját döntéseit. Svi donose svoje lične odluke sami. Nagyon vékony kis közös tér van, közös döntések. Imaju samo jedan mali delić koji je zajednički ostavljen za zajedničke odluke. És így néz ki az egyenlőségen a ovako izgleda odnos koji je zasnovan na ravnopravnosti. Vannak dolgok, amelyekben a férj egyedül dönt. Postoje stvari kojima muž sam odlučuje. És vannak dolgok, amelyekben a feleség is egyedül dönt. I one drugi u kojima žena sam odlučuje. De a dolgok többségét. Ali u većini stvari. Közösen döntik el. Látjátok, egybe folyik a két kör. To je mesto gde se dva kruga, dakle, spajaju. Nem külön, együtt. Ne odvojeno, mi zajedno. Mik a tanulságok ebből? Koje su praktične pouke iz ovoga? Kutatások ezt mutatták ki. Istraživanja pokazuju. Az egyenlőségen alapuló kapcsolat tagjai a legelégedettebbek a házasságukkal. Istraživanja pokazuju da bračni parovi koji su svoj odnos zasnovali na ravnopravnosti da su najsrećniji svojim brakom. Ők a legőszintébbek egymással és közülük kerül ki a legkevesebb depressziós. Oni su najiskreniji jedan prema drugome i imaju najmanji postotak depresivnih dakle ljudi. És náluk a legnagyobb az intimitás, a meghittség mértéke. I kod njih je razvijen najviši stepen intimnosti. Az egyenlőtlen szereposztású pároknál az, akinek nagyobb hatalma van, érdekes, hogy ő a kevésbé elégedett a kapcsolattal. Kod onih parova koji su zasnovani dakle na neravnopravnosti, ima jedna zanimljivost da dominantan bračni partner je manje zadovoljan vezom. A kapcsolat kevésbé őszinte, és hiányzik az intimitás. Odnos je u manjoj meri iskren i nedostaje intimnosti. Az elnyomott férjnek pedig önértékelési gondjai vannak, hajlamos a depresszióra, és a partnerét ellenségként éli meg, és függésben van tőle. Jel da, u vezi, u koje je zasnovana na neravnopravnosti, a u kojo je žena dominantna. Nem. Hanem az a fél, akit elnyomna. Aha, fél. Tehát az előtt arról beszéltünk, aki fél, igen, az oldal. Dakle, strana koja je potisnuta, ima problema sa samopoštovanjem i sklona je depresiji. Doživljava partnera kao neprijatelja i doživljava kao da zavisi od njega. Érdekes, hogy azok, akik az egyenlőségen alakuló kapcsolatot választják, zanimljivo je da oni koji su se opredelili za odnos koji je zasnovan na ravnopravnosti, azok a szülői szerepben is jobban helytállnak. Oni sa bolje snalaze u roditeljskoj ulozi. A kutatások eredményei, mondja Gutmann,
szerint a férj, aki egyenrangú férjként fogadja el a feleségét, általában jó apa is egyben. Poista živa njegot mana rezultate do kojih je on došao smatra da muž koji koji prihvata da je svoju ženu kao ravnopravnu uglavnom se na kraju ispostavlja da je bolji otac u porodici. Minden tud a gyerekek barátairól, a gyerekek félelmeiről. On zna sve o prijateljima svoje dece, o strahovima svoje dece. És mivel nem tart az érzelmektől, arra tanítja a gyerekeket, hogy ők is tiszteljék a saját és mások érzéseit. I pošto nije sklon izbjegavanju izražavanja osjećanja, oni svoju decu podučava da ih izražavaju i da poštuju druge ljude. Az ilyen apa azt szeretné, ha úgy emlékeznének rá a gyerekei, hogy mindig volt ideje a számukra. Ovaj otac bi volao da se njegova deca sećaju da je on uvek imao vremena za njih. Van-e valakinek kérdése? Da li možda neko ima pitanje u vezi ove tematike? Nincs, akkor 5 perc szünetet tartunk. Ako ne, onda ćemo održati pauzu od 5 minuta. Behozzuk az én késésemet. Kako bismo nekako i taj to kašnjenje nadomestili. Što ako reza zura sedim 52. I dakle u 52 nastavljamo, budite tačni. Ne, da što još šalje.